Most már nagyobb eséllyel találnak parkolóhelyet az autósok az Árvai utcában, mint előtte. A közelmúltban hozott döntés alapján a buszok már nem várakozhatnak ezen a szakaszon. Megváltozott a parkolási szabály itt az Árvai utcában, ahogyan azt a szakiskola, illetve itt a művelődési ház mögötti parkolónál kihelyezett jelzőtábla is mutatja, ezeket a parkolóhelyeket már csak személyautóval lehet igénybe venni. Ez már egy régebbi dolog. Ahogyan azt Farkas Ferenc polgármester elmondta, a nagyobb gépjárművek, főként a buszok részére már régóta egy másik terület van kijelölve a városban. Tulajdonképpen már nagyon régóta a helyes parkolási rend, ha a nagyobb gépjárművek és az autóbuszok kint parkolnak a vasútállomás melletti rakoló területen, csak most újra felszínre került lakossági bejelentés kapcsán képviselőtársunk hozta a testületünk elé, és így fölkértük a közterületfelügyelőt, hogy még szigorúbban ellenőrizze a parkolás rendjét. Emellett az Árvai utca bal oldalán, a Tornyos iskola mellett az illegális parkolás tiltására várakozni tilos jelzőtábla került kihelyezésre. A városi önkormányzat kéri ezek betartását, amelyet a közterületfelügyelő jogosult ellenőrizni.